Az MSZP őszre benyújtja azt az alternatív költségvetést, amelytől azt reméli, hogy a lakosság egyharmadának lecsúszását akadályozhatja meg. A szocialisták szerint ugyanis a Fidesz lemondott a kisebb keresetűekről. Az ellenzéki párt elhibázottnak tartja a jövő évi költségvetés tervezetét. Az MSZP szociális, tehát olcsóbb energiatarifák ismételt bevezetését fogja javasolni, mert úgy látja, már a háromszorosára nőtt azok száma, akik nem tudják fizetni számláikat. A jövő évi költségvetésből kiolvasható újabb 600 milliárdos megszorítás a szocialisták szerint további lecsúszást jelent sokak számára. Az MSZP alternatív költségvetést fog kidolgozni, amelyben a társadalmi igazságtalanságok csökkentésére és a gazdaság élénkítésére helyezzük a hangsúlyt. Nagyon reméljük, hogy ezt a ideje előtt kiadott költségvetési tervezetet a későbbiekben újra gondolják, szembenéznek a realitásokkal, és megfogadják a szakma javaslatait, megfogadják az ellenzéknek a javaslatait. Az LMP is elfogadhatatlannak tartja a jövő évi költségvetés tervezetét. Matolcsi tündérmeséjéből egy thriller lett. Ennek a korai költségvetésnek az oka az a nemzetközi hazárdjáték, amely Orbán Viktor folytat, és ezt a hazárdjátékot minden egyes magyar állampolgárnak meg kell fizetnie. Vágó számításai szerint a megszorítások minden magyar állampolgárnak havonta 3800 forint terhet jelentenek. A tervezet a gyógyszertámogatásokat például 77 milliárddal csökkenteni. Az egészségügyért is felelős Balogh Zoltán miniszter azonban reméli, hogy a költségvetési tárgyalásokon sikeresen tud alkudni, és akkor az ágazat átalakítása nem végződik kudarccal. Amit megígértünk, hogy január 1-től meg fogjuk emelni a bérüket, azt meg fogjuk valósítani, augusztusig meg fogják kapni a pénzüket, és azokat az új forrásokat, amiket találtunk, azokat pedig be fogjuk forgatni részben a kórházok állapotának a javításába, részben eszközbeszerzésbe, részben pedig, ahogy említettem, erre a béremelésre, úgyhogy nem tudom, hogy honnan szedi ezt a kudarcot. Az egészségügyi államtitkárt lemondásra is felszólító MSZP szerint továbbra sincs ok derülátásra. Ha a kormány nem akar katasztrófát az egészségügy területén, akkor elhalasztja ezt a július 1-i átállást, és a szakmával konzultálva, az ellenzékkel egyeztetve fog kidolgozni működő javaslatot. Az egészségügy pénzeiről várhatóan szerdán tárgyal a kormány.